Első alkalommal rendezték meg Nagyatádon a Bercik Sára emlékverseny országos döntőjét. A regionális fordulónak már több ízben adott otthont a városi sportcsarnok, ilyen nagyszabású ritmikus gimnasztika megmérettetést azonban még nem rendezett a Nagyatádi RG Sport Egyesület. Úgy van a versenyrendszer, hogy 4 régióra van felosztva az ország. Budapest képvisel egy régiót, Pest megye, Kelet-Magyarország és Nyugat-Magyarország. Ott lezajlott mind a 4 régióban a területi verseny, és onnan a mezőny első harmada, aki aranyminősítést ér el, ők indulhatnak most itt ezen a hétvégén az országos döntőben. A legmesszebbről érkező Kazincbarcikáról, illetve Egerből jöttek, Budapest, Pest megye, Nyugat-Magyarország. Úgyhogy 300 induló van most itt, olyan 41 egyesület körülbelül. A gyerekek, mint mindig, most is egy-másfél perces gyakorlatokkal álltak a zsűri elé, akik több szempontból pontozták a versenyzőket. A mozgás és a zene kapcsolata mellett az elemek pontos bemutatását és a koreográfiát is figyelik. A nagyatádiak sikeres gyakorlatokkal álltak a zsűri elé. 21 gyerekkel neveztünk erre a versenyrendszerre. Ugye mi rendeztük a regionális döntőt április 3-án, mind a 21 gyerekünk bejutott az országos döntőre, úgyhogy mind a 21-ért lehet most már szurkolni. Most vagyunk túl azon az eredményhirdetésen, amit én nagyon vártam már hónapok óta. A Laklia Lucia megnyerte a kezdővodások versenyét, ami egy nagyon erős mezőny volt, 30 indulóval, és egy gyakorlatilag a jövő generációja. Hiába úgy hívjuk őket, hogy kezdővodás, ez egy nagyon erős mezőny volt. Tehát gyakorlatilag szerintem, ha 5 év múlva majd elmegyünk akár egy B, akár egy A kategóriás versenyre, fogunk találkozni az itt indulókkal. A gyerekek sokat készültek a versenyre, mely már a regionális döntőn is meghozta eredményét. Szabad gyakorlattal 4. lettem, csapattal meg elsők lettünk. Heti 2-3-szor edzünk, és 1,5-2 órában. Kamillát a verseny után is megkérdeztük, aki összességében elégedett volt gyakorlatával. Szerintem jól sikerült. Volt benne baki esetleg a gyakorlatodban? Igen, éreztem. És ez mit jelent? Hol rontottál, vagy hol érezted, hogy nem sikerült 100%-osan? Hát szerintem ott az egyensúlyoknál, mert ott tévedtem. Kezdő óvodás kategóriában Fülöp Jessica arany, Német Szonya ezüst, a Laklia Lucia, Fülöp Jessica, Német Szonya és Vajda Lara Zoe alkotta csapat pedig bronz minősítést ért el. Melyik óviba jársz? A Csöndvirágba. Jövőre iskolába megyek. Milyen érmeket szereztél most ez alkalommal? Mutasd meg nekünk! Arany és bronz. És melyiket milyen csoportban, milyen gyakorlatra szerezted őket? Egyéniben. Mi leszel, ha nagy leszel? Tornász. A kezdő kisgyermekek népes mezőnyében Morál Sára, Fehér Virág és Hornyák Patrícia is aranyminősítést szerzett, míg Bota Kamilla ezüst minősítésnek örülhetett. A négyőjükből álló csapat pedig a dobogó 3. fokára állhatott fel. A legjobb koreográfiáért járó külön díjat ebben a kategóriában Dr. Balog Orsolyának ítélte a zsűri. Kezdő gyermek kategóriában Herskovics Hanna és Simon Boglárka ezüst, Tulézi Eszter bronz minősítést ért el, egyéni csapatuk pedig a 4. helyen zárt. A haladó kisgyermekek csoportjában Kis Tira és Kósz Evelin is aranyéremmel zárta a tornát, Fodor Zsófia ezüstéremnek örülhetett, a hármójukból és Bukovec Réka által alkotott csapat pedig a 2. helyet szerezte meg. Haladó serdülő kategóriában Borsos Rebeka aranyminősítéssel zárta a versenyt, csapattársa Tormadalma ezüstnek örülhetett. Haladó juniorban Kis Pálma és Knapp Eszter is megérdemelten vihette haza az aranyérmet. A 10 arany, 7 ezüst és 4 bronz minősítésnek köszönhetően a Nagyatádi Egyesület végül pontversenyben a legjobb vidéki egyesületként az előkelő 3. helyen zárt az országos megmérettetésen. Ebben a kategóriában ez, igen, tehát a Bercik Sára emlékverseny országos döntője az úgynevezett C kategóriás gyerekeknek, igen, ez a legmagasabb szintű verseny, úgyhogy örülünk, hogy mi rendezhetjük, és hogy tényleg ilyen szép létszámban bejutottak a tanítványaink.